Nos, hát Cető Rolanddal beszélgetek a Titkokönyvtára című sorozat kapcsán. Roland, milyen újból mikrofon elé állni ebben a sorozatban? Nagyon jó. Elsőre is nagyon élveztem a sorozat felvételét, és hát az, hogy másodjára újra csinálhatom, ez pedig külön megtiszteltetés, mert ez azt jelenti, hogy elsőre ezek szerint sikerült valami elfogadhatót csinálni, és meg voltak velem elégedve. Van-e olyan dolog, amit most másodjára másképp csinálsz, másképp játszol, mint az előzőekben? Azt hiszem, nem lehet pontosan kétszer ugyanúgy csinálni, mindig egy picit más lesz valahogy ez az egész dolog, de igyekszem nyilván ugyanazt csinálni, amit az eredeti szereplő, így óhatatlanul is hasonlítani fog az első alkalommal csinált dolgokra. Mióta is csinálod ezt a szinkronizálást? Hát 5 éves korom óta, ez idestova 20 éve. Idestova 20 éve. Mi volt az első szereped? Erre nem emlékszem sajnos. Ha azonban megpróbálom felidézni, talán saját magamat szinkronizáltam életemben először, ugyanis egy reklámfilmet, amit forgattunk, abban kellett saját magamat leszinkronizálni később. Szerintem ez volt az első szerepem, de aztán lehet, hogy csalnak az emlékeim. És miről szólt ez a reklámfilm? Ez egy Boci Csoki reklámfilm volt Balázs Péterrel. Egy kisfiú voltam, aki az eladó bácsi valaki, Balázs Péter volt, beszélgetett a Boci Csokiról. Hogyan kerültél bele a szakmába? Hát erre nem pontosan emlékszem, de azt tudom, hogy a Lakner bácsi színitanodájába irattak be a szüleim, mert egy elég visszahúzódó fiú voltam, viszont szerettem verset mondani, és egy kicsit úgy, ha szerepelni kellett, akkor megcsináltam azt, amit tőlem kértek, és remélték, gondolom, hogy egy kicsit így szocializálódom, és hogy onnan, hogy kerültem pontosan ide a reklámhoz, arra nem emlékszem, az biztos, hogy volt egy válogatás, ahol elvittek, és engem kiválasztottak, majd ennek ugye csináltuk az utószinkronját, ahol valószínűleg azt gondolhatták, hogy van bennem lehetőség, és akkor így gyakorlatilag a gyerekeknek a híre az ma is gyorsan terjed, hogyha van egy olyan gyerkőc, akivel könnyen és jól lehet dolgozni, azt feltételezem, hogy ez velem is így történt. És hát szerencsére sikerült megmaradni itt a szakmában. Ki az a színész, akit szívesen szinkronizálsz és visszatérő színész? Igazán visszatérő színészem talán nem olyan sok van. Aki esetleg a legismertebb lehet, az most a Trónok harca miatt Kit Harington, akit szerencsém volt több filmjében is, olykor tudatosan, mert tudták, hogy én csináltam előzőleg, vagy teljesen véletlenül rámosztották ismét megcsinálnom. Talán ő az, aki most így egy kicsit közelebb áll az én nevemhez idehaza, de hát persze bárkit szívesen fogadok, bármilyen kihívást. Volt-e alkalmad olyan színésszel találkozni, akit előzőleg szinkronizáltál? Már élőben vagy élőben a filmen? Így. Nem, sajnos még nem. És van-e olyan, akivel szeretnél esetleg példaképp? Bármelyikükkel. Példaképp nem igazán van. Mindig azt mondom, hogy az ember próbálja ugye a saját útját járni, és maga előtt taposni az ösvényt. Azt hiszem bármelyikükkel. És a szinkron szakmában van-e példaképed, akár szinkron színészek közül, szinkron rendezők közül, akikre úgy... Példakép... olyan sok van. Tehát olyan, akikre azt mondom, nagyon érdekes, mind a mai napig, hogyha beáll mellém egy ilyen színész óriás, akkor feszengek, hogy úristen, tényleg, szóval, hogy vele dolgozok, meg ilyenek, de úgy kiemelni egyet közülük, az most nem menne. És azt ki tudnád emelni, aki mellett igazán szorongtál, vagy aki mellett igazán izgultál? Hogyne, hát volt Csernák János mellett például, vagy Csankó Zoltán mellett, de számtalan sokat említhetnék még, mert hát ugye gyerekként azért mégiscsak ugye felnőttek, de mondom, ez mind a mai napig van úgy, hogy ha beáll mellém valaki, akkor úgy szeretném megmutatni, hogy na igen, hogy itt. Igen. Igen. Jó, és te ugye nem színészkedsz szinkron szakmán felül. Hát most jelenleg aktívan, professzionális szinten nem. Gyerekként játszottam több színházban, illetve ez mostanáig is megmaradt. Előfordul, hogy egy-egy kisebb társulatnál, hogyha úgy van, akkor prózai, vagy esetleg énekes szerepben is kipróbálom magamat. Esetleg külön tudod-e választani a kettőt olyan értelemben, hogy melyiket szereted jobban? Azért nem tudom ezt neked megmondani, mert a kettő teljesen más. Az egyikben ugye egy már megalkotott valamit kell gyakorlatilag a lehetőségekhez képest leginkább hasonlóan, de mégis saját magunkból táplálkozva újraalkotni a szinkron folyamán. Tehát ott nagyon, nagyon figyelni kell arra, hogy az előző színész mit játszott, és hogy mi mit játszunk ehhez a hangunkkal. Míg ott van a színpad, ahol viszont a teljes testtel, hanggal teremtünk meg valamit, csak saját magunkból,
Persze ott is van egy írott valami, ami alapján kell, de mégis ott sokkal inkább belerakhatjuk saját magunkat talán. És volt olyan alkalom esetleg, amikor a szinkronizálás során egy kicsit pontosabban annyira beleélted magad a karakterbe, hogy azt vetted észre magadon, hogy már te is játszol. Az nekem nagyon sokszor segít egyébként, hogyha egyébként is most nem tudom mennyire látszik, de sokat gesztikulálok, szóval, hogy elég intenzíven szoktam hadonászni, miközben beszélek, és ez a szinkronban is előfordul. Hát persze, mit az órám csörög, ilyesmi, aztán akkor leveszem, tehát nekem segít, hogyha egy picit gesztikulálhatok. Persze ugyanakkor, ha esetleg sokan vagyunk, vagy ilyesmi, akkor kicsit fegyelmeznem kell magamat, de azt veszem észre magamon sokszor, hogy ez előfordul. Milyen örömöket nyújt számodra a szinkron szakma? Hát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy az életem. Tehát tekintve, hogy 5 éves korom óta én ebben benne vagyok, el sem tudnám képzelni, hogy bármi más csináljak. Ezen felül pedig hát szerintem hatalmas szerencse az, hogy ez nekem tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy a hobbim. Tehát azt csinálom, amit szeretek, és szeretem, amit csinálok. Ennél nagyobb ajándék szerintem nem kell. Illetve a változatosság, az, hogy 10 percen belül lehet, hogy az ember egy gyilkos, egy megmentő hős, egy áldozat, szóval, hogy ez a sokszínűség engem nagyon, nagyon intenzíven tart minden nap. Volt-e már olyan alkalom, amikor visszahallottad magad mondjuk moziban vagy televízióban? Ez milyen érzés? Igazság szerint nem zavaró. Ugyanakkor azt szeretem, hogyha el tudok vonatkoztatni attól, hogy akkor ezt most én csináltam. Ha tudom úgy nézni a filmet, mint egy néző, nyilván nem 100%-ban, mert azért az ember óhatatlanul figyel a dologra, akkor azzal úgy meg vagyok elégedve. Viszont olyan szempontból érdemesnek tartom a visszatekintést, hogy az ember meghallgassa, hogy ezt máshogy kellett volna, esetleg itt lehet egy kicsit fejlődni. Tehát szóval szerintem ezzel az ember fejleszti saját magát. És te általában milyen nyelven nézed a filmeket? Eredeti nyelven vagy pedig szinkronosan? Az esetek 95%-ában én itt a munkám során nézem a filmeket, szóval itt ugye eredeti nyelven általában, de ha otthon nézem, akkor ez teljesen változó. Szóval éppen mikor mit tart kedvem, ha már van esetleg egy-egy sorozat, vagy ilyesmi szinkronizáltan, akkor mindenképpen úgy. Ha még előtte kerül hozzám, akkor előfordul, hogy feliratosan, de gyakorlatilag nekem teljesen mindegy. Ha. Jó. Hát kívánom neked további sok sikert. Köszönöm. Hogy még nagyon sokáig maradjon ebben a szakmában, és nagyon sokszor halljuk vissza téged, és hát kitartást is ehhez. Köszönöm. Köszönöm.